Dolgozom a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, 5-től 12-ig az önmagában is különféle műfajú dolgok, meg hát van ez a sorozatom a József Attila Szabad Egyetemen, a Kossuth Klubban, ahol most is vagyunk. Az iskolában az egy dialogikus forma, effektíve, rá vannak szorítva munkára, szövegértelmező munkára. Föl kell ezt azt ismernie, vagy kíváncsiak vagyunk, hogy a dologról mi a véleménye. Amit meg így csinálok, az pedig lényegében nem dialogikus. Egy-egy kérdést fölteszek, és akkor valakik erre valamit válaszolnak, de ez inkább egy feelinget ad a beszélgetésnek. De hát valójában én monológot mondok, illetve hát én beszélgetek a művekkel, meg a szerzőkkel. Bizonyos dolgokra a felnőtt hallgatóság az fogékony, amire a gyerekek kevésbé. De hát alapvetően azért én arra törekszem, hogy a rendes iskolában is minél több mindent mutassak a művekből. Egy jó osztálynak, meg érzékeny gyerekeknek megmutat olyasmit, amit tulajdonképpen úgymond felnőtt tartalom. Hát a Jancsi az vízbe akarja ölni magát, és abból lesz aztán az Illuska feltámadása és a nagy happy end, de ott egy öngyilkosság van. Amikor Illuska meghal, gyakorlatilag léket kap az élete, és ő attól kezdve a halált keresi. A büszkesége, meg a vitalitása nem engedi, hogy ő hagyja magát eltaposni, de ő valójában meg akar halni. Tehát, hogy ez egy abszolút felnőtt mese, és ezt ma már megmutatom az ötödikeseknek. Arra figyelek, hogy jó mondatokat generáljak. Ott akkor annak a közönségnek erős és hiteles mondat legyen. Amikor ez a TIT sorozat elkezdődött, akkor ennek én nagyon megörültem, mert ez alkalom nekem arra, hogy újabb, meg újabb dolgokat felfedezzek. És ennek ezt az újdonságát, ezt még mindig érzem. De innen visszamenni az iskolába, ahol egy gyereknek hirtelen rányitni a szemét, meg az elméjét valamire, meg vele beszélgetni, szóval, hogy ezek nagyon jó narkotikumok mind. Ez nem egy szakma, hanem valami nagyon-nagyon összetett dolog. Tehát gondolj bele, 30 gyerekkel interakcióban lenni. Az mennyi figyelem, hogy ő miért nem érti, amit mondok, honnan nézi. Igen, most újra elővenni valamit, amit én persze ismerek, de nem biztos, hogy nagyon mélyen ismerem. Most akkor meg kell ismernem, tehát sarkantyúz, és hogy mi mellé teszem, attól nekem is más arcát mutatja. És bármiféle összefüggésrendszerbe bármire lehet használni. Valami olyasmit csinálok, amire igazából ez az egész úgy való. Az irodalom meg a kultúra, hogy ide-oda forgassuk, és belenézzünk, mint tükörbe, és megnézzük saját magunkat. Nagyon pici szövegek alkalmasak arra, hogy iskolában legyen. Tehát ez a 45 percbe beszorítottság, nagy csodákat nem lehet csinálni. Jó lenne persze, hogyha lenne egy olyan becsületes adatbank, ami hát 2 perces novellák, 3 perces novellák, 5 perces novellák. Az nyűgöz le mindig, és tölt el nagyon nagy tisztelettel, hogy kitalálunk egy konferenciát, mondjuk azt, hogy mit csináljunk a gyerekkel, ha nem hajlandó olvasni, vagy irodalom a digitalizáció korában, és helyszínt kell váltanunk, mert annyi érdeklődő van, aki a szabad idejében eljön és kíváncsi. Annyi olyan tanár van, ez tényleg döbbenetes. Jó, nyilván az össztanárok létszámához képest lehet aránypárokat ízni. Ebben a megnyomorított helyzetben, amiben vagyunk, ebben, hogy ostobaságokkal terhelnek agyon minket, hogy a helyettesítés az ingyen munkával, ami az egész pályámon hosszú évteken keresztül természetes volt, ha beküldtek helyettesíteni, ott munkát végeztem azért például. Most ez rabszolgamunkában megy. És ezen közepette ott vannak ilyen 30-40 körüli középgenerációs tanárok, akik azért jönnek el, nem azért, mert elküldte őket az iskolájuk. Mert iskolájuk nem is tud arról, hogy ő hova mászkál meg, hogy nyert a Magyar Tanulók Egyesület. Eljön, mert jobban akarja csinálni. Ezt én az emberi szellem egy olyan gyönyörű győzelmének találom, és én inkább erre tenném a hangsúlyt. Hogyan nyitom ki? Hogy beszélem rá? Hogy használom el a saját energiáimat? Én tudom, hogy türelmesnek kell lenni, bizonyos dolgokban nagyon nagy türelmem is van. De én nem az a jó tanító bácsi vagyok, aki olyan nagy türelemmel. Nem. Én izgatott vagyok, mert az élet
véges, ars longa vita brevis, be fog fejeződni, dolgom van a világban, haladni akarok. Az agyaknak a süketségét, azt nem lehet nagyon mérni. Sikerül-e úgy, hogy ez nem bántó, hogy én jobban találom meg, vagy nem találom meg jobban? Hát van, hogy igen.